Sziasztok, Daráló! Megint Dáviddal, a kedvencetekkel. Hello, sziasztok! Yeah. Meg is hajolok. A szexi skinjével. Ennyire tetszik? Nem tudom, csak most ezt találtam ki, hogy ezt fogom majd mondogatni, nem tudom. Oké. Okay. Igen, ma... hát akkor nem az eredeti, vagy igazi nevét mondom, mert az e-mailt, amit küldött, ott igazi neve van, itt hát majd lesz írva. A pálya neve az Krákágyilá. Én is ezt nézem. Jelentést írt, hogy mit jelent? Majd mindjárt meglátjuk. Reset újraindítás. Gondolom nem kell újraindítani. Van egy start. Van egy leírás, na ez kell nekünk. Igen. Ezt a szerkezetet Benedek gyerek építette. Tessék itt a készítő Benedek gyerek. Neve Krákágyilá. Illetve azok a írásjákat nem tudom még. Ez az ékezet akar lenni, csak szerintem nem... De máshol nem írtál betű szóval itt valami. Igen. De ott van írva, hogy ez az orosz krokodil szó magyaros kiejtés leírása. Aha. Oké, okay. Most már tudjuk. Krákágyilá. Ez az első nagyobb resztonos építményem, úgyhogy nem ér nem gondolódni. Lényeg, egy krokodil szájában lévő fogokat kell húzigálni két játékosnak, egymás után húzzák meg azokat. Aki a krokodil fejes fogát húzza meg, az veszít. Aha, igen, ez egy minigame, nem kalandpálya. Hát igen, a sorozat címe az, hogy kalandpálya Daráló, de még nem volt ilyen, ahol mondtam, hogy ne küldjetek minigémet, úgyhogy most megnézzük ezt a minigémet. Egyébként hasonló dolgokra kell figyelni a minigame-nél is, szóval nem nagy különbség van. Csak itt nem kell sztorinak lennie. Aha. Isten. Már én is ilyen vagyok, hogy a hosszú szöveg láttán szörnyűködök. Szóval, szabályok. Legelőször a biztonság kedvéért nyomjuk meg a reset gombot. Oké. Okay. Indításhoz nyomjuk. Startot. Fontos. Minden körnél más fájófogat sorsol ki a rendszer, tehát valószínűleg nem másik fájós... Mi? Valószínűleg másik fájós fog lesz a következő körben. Majd a fiatalabb kezd, és meghúzza az egyik fog melletti kart. Gondolom, te vagy a fiatalabb, ugye? Igen, igen. Jó, még nagyon kicsi szegény. Ha nem történik semmi... Az 4 év, az nem sok. Kb. 4 év. Ha nem történik semmi, jöjjön ki a krokodil szájából, és jöhet a következő játékos, hogy be kell mászni a szájába. Ez az idáig nem volt oké. Okay. Aki meghúzza a rossz kart, az erről egy üzenetet kap. Büntetése, én meg és effekt 20 másodperc. Amikor vége a körnek, nyomjunk resetet. A következő játék előtt várjunk legalább 1 percet. Mi? 1 percig kell majd várni? Hogy fájós fogat sorsoló csirke arrébb mehessen. Hát ez nagyon érdekes szöveg. A következő játék előtt várjunk legalább 1 percet, hogy fájós fogat sorsoló csirke arrébb mehessen. Oké. Okay. Menő. Teleport a rendszer belsejébe. Meg lehet nézni. Ja, ezt nyomtad meg? Csabusának üzenet. Ó, na most ne nézz ide, csak nekem. Vagy én megnézem a versét? Nézd meg. Ez ilyen dicsekvésszerű? Jó, nem írta meg sajnos, és ez már is mínuszpont. Nem írta meg, hogy... Aha, ott a csirke. Nem írta meg, hogy melyik verzióra van. Úgyhogy most 1.7.2-ben vagyunk. Elnézve ezt, igen, működni fog. Jó, a parancsokat meg sem néztem, csak hogy még dugattyút használni. Ugye újabban már teljesen felesleges dugattyút használni. Ez meg a gondolom a vissza... Igen, visszajátékot. Ez itt a rendszer magja, kb. Egy hetet dolgoztam az egész, ami kb. 15 órát jelent délutánonként. A zöldek reszetelik a memóriákat. Jó, nagyon helyes, hogy... gyorsabban készített, mint én. Hogy használt megjegyzéseket, meg színeket. Mondjuk úgy látom, csak egy színet használt, vagy... Na, igen. De azt szerintem neked szánta ezeket a megjegyzéseket. Igen. Ott van még igen, egy üzenet, is... megnézem. Itt meg van, ahol én vagyok, egy rengeteg szöveg. Jó, Csabusának üzenet. Csabusa! Amikor ezt elkezdtem építeni, még nem ismertem a csatornát. Már nagy része kész volt, amikor megtudtam sokkal jobb hopperrel sorsolni. Aha, aha. Viszont ennek az infónak hiányában ez még úgy működik, hogy egy csirke mászkál nyomólapokon.
De ezt majd úgy is látod, ha belenézel a homokkő fal mögé, Benedek gyerek. Igen. De Hopper-re sorsolni szerintem arra gondol, hogy apá, Dispenserrel, hogy ugye véletlenszerűen kidob egy tárgyat. Lehet. Jó. Akkor nézzük meg ezt a krokodilt. Ez mi a túró? Ja, hogy így be lehessen menni. Igen. Hát igen, kreatívba hagyta, úgyhogy... Maradj a kreatívba. Szerintem át kéne váltani. Jó. Akkor... Mondjuk kaland. Oké. Én is abba mentem. Szerintem, igen. Vagy te raktál be? Ja, és akkor most úgy van, hogy felváltva bemászunk a szájába és meghúzzuk a kart. Igen, ugye? Akkor kezdjük velem. Reset. Ja, tényleg egy reset. Érte? Okay. Igen. Újraindítás kész. Reset komplet. Jó. Indítom. Ja, indítsd. Fájos fog kisorsolva, a játék kezdődhet. Nem sok foga van szegénynek már. Oké. Okay. Mert... Ez. Semmi. Az olyan oroszul lett. Igen. Az a gond, hogy ugye össze-vissza vannak a karok. Tehát valahol a lépcső felé van, valahol párhuzamosan van a lépcsővel. Azt szerintem mindegy. Hát csak egy hosszú távon most fogni tudjuk, fogjuk tudni, melyiket húztuk meg. Azt húztad meg, ugye? Igen. Ami erre fele van a szájától kifele, az már meg van húzva. Na jó van. Jó, nekem oké, egy kicsit megkavarul. Mert csak egy maradt, nem? Igen. Ja, igen, most már egy maradt. Az öté. Jó, hát akkor lássuk. És semmi nem történt. Semmi, mindig meg van húzva. Igen. Igen, nehéz így eldönteni. Biztos, hogy mindig meg van húzva? Igen. Jó. Kérdés. Igen. Átlósan tud jelet adni a blokk? Nem. Akkor ez hova adna jelet? Meghúzott kar, vagy hogy? Hát a lépcső alatt. Mindegyik lépcső alatt van szerintem a command blokk. Igaz. Igaz. Fogalmam sincs, de gyanítom, hogy valami hiba van. Hiba van, igen. Valamire nem gondolt. Jó, próbáljunk meg még egyet. Reset. Beindítás kész, Firefox kisorsolva. Ja, meg is nyomtad a startot? Nem még. Akkor nyomd meg a startot. Most megnyomtam. És most visszarakta a gombokat. Aha, igen, és igen. Mindig befelé áll. Oké, oké, jó, most látom. Jó, végül is annyira nem gáz, de én... Akkor ki kezdje? Én nem tudom, hogy jelöltem volna. Kezdjed. Engem megkavart elsőre, hogy most hogy állnak a karok. Akkor beljebb állok, hogy azért... Ja, gondolod, hogy azon múlik, hogy nem beljebb álltunk. Lehetséges. Nekem még olyan tippem is lenne, hogy ide bele kell teljesen a nyelvébe állni, csak úgy meg nem érjük fel a normális magyarét. Hát, hogy nem hiszem, hogy úgy kell. Melyik lett meghúzva? Jó. Amíg kifelé áll. Na, azt kérdezi. Megint semmi. Semmi. Még rám se csukja a száját. Azt nem hiszem, hogy fogja. De milyen menő lenne? Aha. Ezek kifelé állnak, kifelé állnak. Egy maradt. Aha. És nem történik. Szerintem nem működik. Fú, de nem tudom képzelni. Jó, hát sajnos így... Most így értékelje az ember. Valami... Szerintem nem volt tesztelve.
Elképzelhető. A csirke áll az egyiken. És küld is jelet. Itt vissza vannak húzva. Hát sajnos így ránézés, így nehéz megmondani, de vannak... vannak itt kommentek. Kapuk, hogy a jel... Ja, hogy kapuk? Ugye a jel csak akkor menjen át, ha startot nyomtunk. Ez mind be van húzva. Akkor maradj ott a dugattyúk? Na azok mind be vannak húzva. Ha startok nyomok, akkor ki kell tolódniuk. Elvileg. Egy pillanatra kinyomódtak. Vagy csak egy pillanatra kell kinyomódniuk. Nem tudom, szerintem valamelyiknek kint kéne maradni akkor. Jön itt set block. Jó, hát most ebben nem fogok belemászni, de igen, akkor... Akkor... Jó, azt az érzést kelt, én nem... Nem akarom azt feltételezni. Nem szeretem azt feltételezni, mert... Aztán megsértődnek, hogyha mégis, hogy nem volt tesztelme. Minden fog... Minden fog... Ja, oké. Okay. Minden fog valamelyik elismétlő mögé rak le egy redstone blokkot. Egy piszton le van tolva, ez... Ez véletlenszerű. Ha azt a fogat húzzuk meg, ahol le van tolva a piszton, a jel tovább tud menni. Abban a két command blokkban, ami émegést ad, és kiírja a fájós fogam szöveget. Remélem érthető a szerkezet, ezt azoknak írtam, akik letöltik. Itt le van tolva tényleg az egyik... Jó, oké. Okay. Tényleg nem mászok most de benne. De kettő is le van tolva. Oké. Okay. Kicsit olyan vörös a szemem, mint hogyha nem aludt volna egész este, láttad. Bedrogozott. Tessék, mindjárt bedrogozott, mai fiatalok. Bedrogozott. Az az első gondolat, hogy drogos. Persze. Jó, hát igen, alapvetően ötletes, de... azért hosszú távon nem hiszem, hogy elszórakozik vele az ember, ugye, hát csak egy orosz rulett. De határozottan érdekesebb formában így ott vagy krokodilfogat kell húzni. Én nem tudom képzelni, mi a hiba, így nem is tudok rá mit mondani. Hát igen. Így eléggé furcsa, hogy működni sem működik. Jó, akkor erre ne is pontokat adjunk, hanem mondjuk immórendszert. Hány immórendszert adjunk rá? Mi van? Immórendszert? Nem nézted igen, a részeket? Igen, de néztem. Aj. Jaj, oké. Okay. Te hány immórendszert adnál rá? Hány fájós foga van? És hány foga van itt lent? 7 darab van. Akkor legyen 3. 3 immórendszer? Jó, várj, akkor én is adok rá valamennyit. Én jobb vagyok, én 4 immórendszert adok, akkor összesen 7 immórendszer. Szóval ez volt Benedek gyerek, ugye? Benedek igen. Gyerek pályája, Krakhalila. Még mindig nevetett a nevén. Jó. A kézikönyv óvjon. Sziasztok.